Soros Martinnal is, illetve a többi vezetővel, meg a játékosokkal is, hogy egy ilyen kac uralkodik a játékosokban, vagy akkor is megmutatják, hogy bármi történik velük, képesek győzni. És azért, hogyha objektíven nézzük a kék keretet, még így is azt mondhatjuk, hogy erősebb a Győré, hiszen a másik oldalon alig van olyan játékos, aki nemzetközi szinten igazán konfirmált jó játékosnak számítana. Ez persze nem számít semmit, hanem azt számít, hogy a játékban, a pályán ki mit fog csinálni. És azt számít, hogy Mireia González karrieri első Bajnokok Ligája mérkőzésén az első támadásban rögtön gólt szerez, így aztán vezet a Győr, és Hansen érkezik védekezni González helyett. Igen, azt hiszem, hogy ez egy logikus fölállás a kezdőcsapatnak, hiszen a rövid oldalon tudják cserélni a Mireia González-t, és be tud jönni a Hansen védekezni, a másik oldalon pedig ugye adottak a játékosok, mert nagy variációs lehetőség nincs, illetve annyit azért megállapíthatunk, hogy kivétel kísérve az első zicserét. Örömmel állapítjuk meg, hogy Brock a kispadon kezdett. Megvan tehát az első bravúr a kapuban. Gondolom sokan emlékeznek rá, hogy milyen eszelős teljesítményt nyújtott kiséva a hollandok ellen idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőn, amit a magyar női válogatott egy góllal megnyert. Köszönhetően többek között kiséva parádéjának. Mireia González, Amorim. Puhalák van lenne a bal szélen, Althaus a beálló. Amorim kap ismét labdát. Elengedi a két lengyel játékvezető. Pedig úgy tűnt, hogy ellökték lövés közben, nem véletlenül dobta ennyire fölé. Letikoszics hozta rá a szívbajt a hazai szurkolókra ezzel az átadással. Igen, arra azért lehet számítani, hogy néha Budućnost egy kicsit gyorsabban akar játszani, mint amit elbírnak a játékosainak a technikai szintje. És ezért elég sok eladott labdájuk van, technikai hibájuk van, amiből egy olyan rutinos csapatképpen profitálnia kell majd. Ők nem cserélnek a védekezés és a támadás között. Zogbival a kapuban, Ujkic, Pletikosic, Brunovic, Jaukovic, Rajcevic és Pavicevic. Ez a Budućnost kezdősora. Görbic. Átlőtte Bódinak. Mireia González, ki már az érdeleni Magyar Kupa döntőben is nagyszerűen játszott, és 4 gólt szerzett. Sárga lappal megúszta Jaukovics, pedig az egy nagyon komoly nyakas volt a könyökével, amit kint hagyott. Jaukovics abszolút kulcsfigura, a leggólerősebb Budućnost játékos a szezonban, 58 góllal, Rajcevic 54-jel követi. Csak Mireia González-re visszatérve, azért érdekes helyzet lehetett neki, hogy éppen korábbi csapata ellen szezon közben klubot váltó játékos nagyszerű teljesítményt nyújtott a Magyar Kupa fináléban. Puhalák, Amorim és Görbic. Itt voltunk a délelőtti edzősen, ahol még gyakoroltak a lányok Görbiccel a főszerepbe, aki utána nagyon komoly konzultációkat folytatott a játékos társaival. Láthatóan nagyon készült erre a mérkőzésre, hogy újra a karmesteri pálcát neki kell kezelnie. Mindenkivel megbeszélt mindent, hogy mit kell majd ezután csinálni. És ha már említettük, nem valószínűleg, hogy lassan kidobják meg a labdát, de előfordul az ilyen. Ha már említettük a győri hiányzókat, beszéljünk arról is, hogy Emma Ramuszovics és Szuzana Lázovics továbbra sincs a Budućnostban. Lebrunovics egészen jól helyettesítette Ramuszovicsot a korábbi mérkőzéseken. Mégsére belefújtak a játékvezetők az akcióba, így nem ér a gól. Továbbra sincs meg az első gólja a hazaiaknak. Rajcevics, Jaukovics. Kiséva ezt is megfogja. De azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy Kisévával a kapuba kezdett a Győr. A szélső játékosaikat és a beállóst nagyon sokat foglalkoztatják, és ugye köztudott a Éva nagyon jól véd ezekből a pozícióban, amit szélről és közelről a beálló ellen. Ebbe bízott Ambros Martin, és egyelőre igazolja a döntését Kiséva, aki pillanatilag mindent megfogott, ami a kapujára ment. Althaus, ott egy térdsérülése, jó 3 hónapot kellett kihagynia. González, Jaukovics, lassan azért ott érik egy 2 perces kiállítás, én azt hiszem. 5. perc, 1-0-as győri vezetés, Mireia González góljával.
Savarin. González, az is bent van. A második gól is az övé. Szépen eresztette a labdát. Nélkül, viszont hetes lesz. González korábbi csapataival játszott, a Kegben játszott, az EHF kupában játszott, a Challenge kupában, de a Bajnokok ligájában ez az első fellépése, és én azt hiszem, hogy nem is kezdődhetett volna számára ennél jobban. Althausnak könyveljük el a sárgát, és Jaukovic maradott a büntetőhöz. Nagyjából 150 győri szurkoló itt a Moracsában. Nincs gól! Jaukovic adott egy pofont saját magának, ezzel próbál ébresztőt fújni. Jól láttam a lábával. Igen. Jobb lábával, bokájával hatást hajtotta ezt a lövést Piséva. Egyelőre 100%, amit látunk tőle. A középdöntőben a Ferencváros és a Vándár is nyerni tudott itt a Moracsában a Budućnost ellen. Azóttal Amorimmal szemben egy szabálytalanság, a Fradi 1-jel, a Vártár 5-tel nyert. Múlt héten a női regionális ligában volt forduló, és ott a Vardárral egy 25-25-ös döntetlent játszott a Budućnost. Úgyhogy a Vardár ráadásul Skopjében, tehát saját csarnokában egy utolsó másodperces Lekics góllal egyenlített. Azt mondták a Budućnostnál, hogy az a mérkőzés az nagyszerű felkészülést jelentett erre a találkozóra. Görbic bepattan, 3-0 nekünk. Jó kis lövés volt. Beszámított a sáncoló kezet Görbic. Úgyhogy ezek nem Jaukovics pillanatai, kihagyta a hetest, aztán az ő kezéről pattan be. De esetre kicsit féltünk a kezdéstől, hogy nagyon föl lesz paprikázva az ellenfél. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy a... Brnovics fordult be, miután összeszedte a labdát, 6,5 perc után a hazaiak első gólja. Brnovics a szezon felfedezetje, a semmiből egyszer csak itt termett, a Montenegrói válogatottba, illetve a Budućnostba is, és remekül debütált. Ez az első idénye a Budućnost együttesében, Danilov Gádban játszott korábban. A Vardár elleni idegenbeli mérkőzésen 6 gólt lőtt, az volt a legjobb meccse. Amorim, Görbic, Bódi. Amorim, gól! Nem játszott a középdöntőben Amorim egy kénsérülés miatt. Még egy Békés Csaba elleni bajnokin szenvedte el azt a sérülést. Közben Rajcevic a másik oldalon. Egyelőre Zobi nem kapja, nem kapta el a fonalat, ugye róla tudhatjuk azt, hogy abszolút bravúr kapus, amikor olyan napja van, akkor fantasztikusan véd, egyébként pedig rendkívül sebezhető. Különösen ugye 4 lövésből 4 gólt kapott, úgyhogy egyelőre jó a helyzet. Három kapust neveztek a mai mérkőzésre a hazaiak, hiszen Batinovic is bent van a keretben, és benevezték a 18 esztendős Tea Marinovicot is. González. Kuhalák, Görbic. Visszakapja Amorimtól, és aztán szétforgácsolja a kapufát Görbic Anita. Rajcevic, nem volt jó passz. Nem Pavicevicnek szánta, de ő mentette meg. Ferencváros ellen 25, az Érd ellen pedig 23 gólt kapott a Magyar Kupa 4-es döntőjében a Győr. Rajcevic, Jaukovic, nagyon közel a falhoz, Puhalák rongyol ki. Jól csinálta Puhalák, hogy ha már kiment, akkor rendkívül agresszíven letarolta ott a ellenfelét, aki egyébként fizikailag egy elég nyeszlet, ügyes, mint ahogy mutatott ez a lövés, de azért Horváth megállíthatatlan játékos. Leti Kosics is feliratkozik a gólszerzők közé, és egy gólra zárkózik a Budućnost. Cseréljük Althaust is, és érkezik Ivet Brock. Amorim kap szabad dobást. Gyakorlatilag 4-en támadtunk ennél az akciónál. Mindenképpen Peti Kosics ellen van esélye Amorimnak a
bulldozer technikával. González. Amorim. 12 mérkőzéséből 10-et megnyert a Győr ebben a Bajnokok Ligája kiírásban. Csak a Rostov és a Bukarest vendégeként szenvedett vereséget. Ambrosz Martin együttese. A Budućnost 5-öt nyert és 7-et bukott. Talán a legnagyobb győzelmük a meccs elleni volt itt hazai közönség előtt. González passzívnál támadó. Görbic, ez nem jó. Most már nem fogja hagyni. Puhalák, Zobbi. Mondjuk kár volt eldobni, mert lehet, hogy még egy passz lett volna. De legalább nem indítottak belőle a montenegróiak. Mindenesetre ez a támadás azért mutatta a választ arra a kérdésre, amit föltettünk a mérkőzés előtt Ambrosz Martinnak. Egyértelmű, hogy a támadásokban szinte passzívig kijátsszák az összes akciót, a Győriek nem sietetik a góllövést. Új beálló a hazaiaknál Kodecs személyében, Jáukovics ott maradt egyedül, 4-4. Ez egy tipikus figurája a Budućnostnak, nagyon sokat látjuk, befutó szélsőre visszakonkázzák a labdát Jáukovicsnak. Csúnyán megette most a győri védelemet, pedig valószínűleg készültek rá, mert sokszor láthatjuk a montenegróiaktól ezt. Közben Brunović iszonyatos fejmosást kapott Adžić-tól a kispadon. Amorimot rántják vissza. Lehet, hogy megért volna egy hetes, nem tudom, így első ránézésre úgy tűnik, ha tovább jutott volna már Amorim a két védő között. Az imént látott Godecs májusban lesz 17 esztendős, nem tévedés. Görbic, Puhalák. 4-1 után 3-at lőtt egymás után a Budućnost. Amorim pedig középen, Prokk ellen egy ítélet. Rajčević. Peti Kosić. Az belemenés. Másképp ítélték meg. Tök egyenesen fejjel neki, mert a falnak. Plockból származik a két úriember, Bartosz Leszczynski és Marcin Piechota. Ez volt Peti Kosić gólja. Majd pedig Jáukovics zicsere, amit be is lőtt. 13. perc, 4-4. Rajčević. Befutatják Pavicevicet a balszérről. Prokk kapaszkodott bele Rajčevićbe, kisé van. Jáukovics lövését fogta, aztán az indítással nem akart kockáztatni. Görbic. Jön Amorim lendületből. Elvánszorog a labda Bódihoz. Talán ha egyből elvállalta volna. Lassú volt a labda, szerintem kapta el az ütemet. Amorim kap egy kis pihenőt. Egyértelmű, hogy őt azért le kell néha hozni a pályáról, hiszen olyan energiákat mozgósít, amikor fönn van, hogy ezt nem lehet bírni 60 percen át. Annemette Hansen most a balát lévő pozícióban. Görbic. Hansen. Őt is a földre viszik. A hetest megadták. Igen, hát a montenegrói védelme nem járt jobban bele, mint Amorimmal, de faltörőkos módban ő is jól üzemel. Görbic a Magyar Kupa döntőben mind a 6 büntetőjét belőtte. Ezt most nem. Pedig jó volt az elképzelés, meg sem moccant a kapus. Elég gyengén lőtték egyébként a győriek a 7 métereseket a Bajnokok Ligájában. Megítélt 42, most már 43 büntetőből csak 27 ment be. Igaz, alig 70%-kal lőtte a Budućnost is a büntetőket az eddigi találkozókon. Hát most lőhetnek majd még egyet hamarosan. Fantasztikusan szedte azt a labdát Brunović, el kell ismerni, hogy ez is megoldás volt, hogy egy kézzel a föld alól szerezte a labdát.
Rajčević. Ez gól. És így aztán először a mérkőzésen vezet a Budućnost. Rajčevićnek volt egy 10 gólos mérkőzése a Vardar ellen, 8-at lőtt a Ferencvárosnak. Ma 2-nél jár. És 5-4 oda. Jó régóta nem lőttünk gólt. González. Görbic. Megtértebb Leti Kosics a mezét. Igen, hát erre számítani lehetett, hogy ami a csövön kifér, úgy védekeznek majd. És amit enged a játékvezetők tűrés határa. Puhalák. Föltették passzívra. Hansen. González. Hetes. Na végre befújtak egyet belőle. Mutatom a játékvezetőnek. A kettes, hogyha a hármas védő belül állt. Kulovics már erre belül helyezkedett. Zobbi előre jön. Görbic. Gól. Kellett nagyon. Közben Fodor csenge szélre. Görbic is tud egy picit fújni, és Puhalák is. Ujkić mellé. Igen, Ujkićban én nagyon bízom. Tehát ő azért nagyon-nagyon sokat kihagy szélről. Egy-két szép gól, de egyébként ilyeneket szeret dobni. Mi meg szeretjük, ha magyar csapat ellen ilyeneket lő. Hansen. González. Nedlikova van lent a jobb szélen. Brock befordul és gólt lő. Először sikerült a beállót megjátszanunk. Hansen volt a jó passzadó. Hadzsics pedig továbbra is a kezdő sorával. Ugye volt egy nagyon rövid szakasz, amikor beálló poszton belecserélt. Mert csak azért, hogy lekapja a 10 körméről Brunovićot. Tehát ebből kell gazdálkodni Hadzsicsnak. Van egy viszonylag jó kezdő sora, de azért, ha változtatni kell, akkor bajban van a Budućnost edzője. Kis Éva, egy újabb védés. Mindenesetre a hazaiak azért mindenhol azt nyilatkozták, hogy számukra már ez nagyszerű eredmény, hogy eljutottak a negyed döntőbe. Amorim. Fontos, hogy most új lendületet kapott a Győriek támadó játéka. Igen, Petrikosicsot egyszerűen át kell törni ott. Legalább 20 kilóval könnyebb, mint akár Hansen, akár Amorim. Most mi lőttünk hármat zsinórban, és Rajčević egyelőre nem tud ebbe a sorozatba belepiszkítani. De azért náluk Rajčevićet egyáltalán nem tudják szinte cserélni, és olyan lövőjük, mint Jelkovic sem üldögél a padon. Amit még fognak tudni majd változtatni, az a jobb átlövő pozíció, hogy Petrikosics helyére egy balkezest Málovićot behozzák, hogy esetleg Premovićot. Görbic, Hansen, González, Brock, hetes. Jó van. Igen, előtte belül védekezett, amikor már lőtt. Brockon nem zavarták, de ott még azért zavarták előtte. Szigorú tekintettel, összevont szemöldökkel utasította rendre Rajčevićet a lengyel játékvezető. Görbic harmadik hetese, és a második gól a három hetesből. 8-5-re vezet a Győri Audietto KC, úgyhogy Dragan Adžić időt is kér.
jók ezek a hármas szériák, ezeket adjuk. Ugye 3-0 volt, aztán 5-5-8-5. Sőt, hát 5-4-ről lett 5-8 a hazaiak szempontjából, úgyhogy ez most már a negyedik volt egymás után. A hangzavar és a dicse, úgyhogy nem nagyon hallottunk semmit. Mi azért végül is elég sokan összegyűjtek itt a Monocsában. Lassan szállingoztak be a szerb vagy pravoszláv húsvét ünneplő helyiek, de egész jó hangulat közbenni. Hansen, Jákovics kapaszkodik bele, ki fog menni 2 percre. Első kiállítás. Jákovics jó eséllyel pályázott rá, hogy ő legyen az első kiállított. És akkor ez az ember előny, ez most jó esélyt teremtett, hogy még tovább hízlaljuk a vezetést, Amorim ezt meg is teszi. Ja, szépen húzták el a montenegrói védelmet ide jobb oldalra a gyűriek, és lendületből érkezhetett a hűzbe Amorim, azt pedig lehet ezzel megállítani. Amorim 3 gólos már. Lőtt Görbic is. Szokásukhoz híven a Podgoricák nem hozzák le a kapusukat ember hátányban. Mindig jött a hatányban játszani kell. Görbic. Szabad dobás. Rácsevics. Éppen eligazított mindenkit, ki hova álljon, ki hova helyezkedjen. Megvan a labda. Podor Csenge, Amorim tovább, Hansen, Rob Kéri, Amorim, ott a hely, és ott az újabb hetes. Szerencsére összejött a hetes, mert egyébként rossz oldalt választottak a győriek most a támadás befejezése a másik oldalon. González és Medlikuga teljesen egyedül volt, de visszakontrázta a labdát oda a sűrűjébe Hansen. De ha bemegy a hetes, akkor így is jó. Marinovicsot hozzák Zogbi helyett. Görbic. Az is jó. Érdekes, hogy nem Gericsel vagy Batinovicsel próbálkoznak, azért félelmetesebbnek tűnik. Heteseknél, mint a fiatal montenegrói. Jön majd vissza Rajčić a Budućnosthoz a meccsből, és Batinović távozik. Állítólag a Ljubljanában, de ezt nem erősítették még meg. Menet közben kiegészült a Budućnost. 6-0-ás szériában a Győr. Brunovic, ez most szép játék, de az ejtés, az a kapufállandal. Ott magasodott előtte Kis Éva. Behozták Prémovicsot a hazaiak. A
akit lehet, mindenkit mozgósít Adzsics. Málovicsnak állítólag megsérült a lövőkeze ezen a bizonyos Várdár elleni regionális liga mérkőzésen. Nincs 100%-os állapotban a lövő. Igen, azért az utóbbi időben többet sérült, mint nem. Amorim. Föltették passzívra. Görvinc. Nedlikova megy vissza a sarokba. Görvinc, erre számítottak, Brock kapaszkodik érte, és ez most már így a Budućnosti. 7 perc van a félidőből. Addig azért olyan nagy gondunk nincsen, így meg pláne nincs. Görvinc. Az csúnya volt. Prémovic volt, aki eltalálta Fodort. 2 perc. Még a hirdető tábla is megütötte a játékost. Igen, Brachmeze állta a próbát. Az első emberelőnyét nagyon jól hasznosította egy olyan, reméljük most is így lesz. González, az helyzet, 7-es. Szépen csinálták ezt is most a győriek, egy kontrajátékkal került helyzetbe, mirej González. Láthatóan fölvette a ritmusát a győrnek, és beépült a játékukba. Zobbi marad most. Görvinc! Ilyet ma még nem lőtt. 11-5. 7 győri gól válasz nélkül. Lövő teljesítmény egyelőre a győri oldalon. Igen, egy védés van beírva Zobbi nevem elé. Nem emlékszem rá, hogy fogott volna egyet is, de mindegy, az a lényeg, viszont Piséva 55%-on véd. Ez is kiállítás. Igen, igen, oda nyújt az arcára Fodor Csenge. Fodor nem értette, hogy mit jelez neki Ambros Márti, hogy ne jöjjön le. Hát ő neki le kell jönni, ilyen kiállították, de csak azt kérte az edző, hogy lassabban sétáljon, hogy közben ki lehessen cserélni a védelmet. Mindenesetre 5-5 ellen lehet játszani, és a nagy baj. Hansen vetődik. Ülődte be az utolsó 7 méterest a Ferencváros ellen a Magyar Kupa elődöntőben. Rajcevic. 7-es. Igazi kamikáze akció volt Rajcevic-től. Igen, ezt nagyon jól csinálja, a két ember közé bevetődik. Mintha úgy érezte volna, hogy egész egyszerűen nincs más lehetőség a gólszerzésre vagy a helyzet kialakításra. Grimsbő érkezik a kapuba. Rajcevic. Hosszú idő után egy Budućnost gól. Győr viszont lehozza a kapusát ember hátrányba, úgyhogy most pár másodpercig még ember előnybe lehet támadni, de aztán érkezik majd Leti Kosić. Ebben a pillanatban kiegészültek. Amorim, Görvinc, blokkosnak tűnt. Rajcevic, Leti Kosić, Jaukovics, 7-es. Ilyen
akkor hozzányúlni a beállóhoz, jobb, hogyha ezt kísérőjára bízzák. Mindig Medvikova nem akart hozzányúlni, hanem ráesett gyakorlatilag hátára a beállós. Rajčević, oha! Szép, az szép. 11 percig nem lőtt gólt a Budućnost. Ezek után jött a két Rajčević hetes. És van még 20 másodperc a kiállításból. Görbic. González. Prokhorov folyamatosan cibálják a mezt. Grbics visszarántott a Görbicet, elengedik. Ez elég komoly félrenézés volt a Bíróspori-tól. Meg vagyunk létszámban. Jaukovics. Azért arra ügyeljünk, hogy nagyon közel ne kerüljenek a félidő végére. Sikerült kiépíteni egy ilyen szép kis előnyt. Kis Éva véd. Hanszené a kipattanó. Ott volt a sávjába Éva, ahol kellett lennie. Nem volt mondjuk egy túlságosan jól helyezett lövés. Jaukovicsnak egyetlen gólja van. Kihagyott egy hetest, volt egy kiállítása. Bármennyire is kulcsjátékos. Egyelőre érdemben igazán sokat nem tud hozzátenni a csapat játékához. És azt mi nem bánjuk persze. Görbic! Ő a beladott labda, amiből Görbic indít. Ujkic! Majdnem beugrott a kapuba a labdával. Igen, ez a tulajdonképpen az egyetlen fegyver, amitől tartani kell a Budućnost ellen. Ha eladott labda van, akkor indulnak a szélsőik. Lenne még egy gól dobni a félidő befejezés előtt. Visszajött Althaus beállóba. Puhalák. González. Rajčević alakadt össze. Ott a helyzet. Nedlikova a rövidbe. Rajčević fut. Jaukovics, Grbic visszalövi, Letikosic. Igen, már berepült az egyik montenegrói játékos üresbe a hetes fölé, azért vették el a labdát. Kár érte. Kár, igen. És természetesen futnak. Ujkics. Hetes és kiállítás. Puhalák. Oda nyúlt még a labdára. Puhalák, nem kellett volna. De szerintem Rajčevićben benne van még egy kihagyott hetes azért. Mondjuk most. Nem most. Köszönjük. 12-9. Valamivel több, mint egy perc a szünetig. Hiszem azért tehetetlenek ne legyünk semmiképpen, mert az eredménynek ilyetén alakulását hogy szó nélkül aláírtuk volna a mérkőzés előtt, én azt gondolom. Hansen és Ambrose Martin most kér időt. 29-02-nél áll az óra. Thank you.
igen, tudja végig támadni ezt a 50 másodpercet már a Győr, sőt 58-at a félidő végéig. De mindenképpen jó lenne azért a lehető legtöbbet letölteni az ember hátrányból itt a ellenfél kapuja előtt. Hansen, passzív, Althaus, Fodor, most egy védés Zsombitól, akkor ez a második, és a sokadik. Igen, ezt most elnézték viszont a mi javunkra, mert szerintem Hansen hozzáért a labdához. Amorim, ő is kapott egyet fejre. Piszkált a könyökével Dunavics. 8 másodperc van a félidőből, körlés miatt áll az óra. Most nem kockáztat a Győr, inkább behozta a kapuba Kisévát, hogyha véletlenül valami eladott labda van, ne tudjanak az üres kapura esetleg gyorsan gólt jönni a hazaiak. Görbic néz fel az órára. Jaukovic van túl közel Althaushoz. González, Görbic. Kár érte. Most van vége. 12. Sajnos most a szerencse neki kedvezett, hogy a második félidőben ők kezdhetik a mérkőzést. Ugye az ember előnyüket kihasználhatják fél percig. Premović. A szélre, Bulkic nem merte bevinni, Premović üti le, Jaukovic, most egészülünk ki, Rajčević keresgél, hetest adnak. Ezért igazán kár volt, most nagyon puhány volt Hansen, mert egyébként ez a támadás nagyon jól mutatta, hogy gyakorlatilag 6 az 5 ellen sem nagyon találják a helyeket a győri védelemben a hazaiak. Rajčević. Ő mind az 5-7 méteresét belőtte, Jaukovics rontott egyet az elején. 12-10, úgyhogy volt 11-5 ide. Elég hullámzó tehát a mérkőzés ebből a szempontból. Ugye most jöhet megint a 3-0-ás széria, amit szokott a Győr alkalmazni. Amorim. Zombi. Visszafújták szerencsére. Kijön a játékvezető az asztalhoz. De miért rakták vissza nekik a labdát? Megközöntés volt. Érdeklődés, kérdő tekintetek a győri kispadról és a játékvezetők irányába. Mindegy, lehet védekezni újra. Ennek a mérkőzésnek ez a kulcsa, hogy stabil lehet maradni hátul. Rajčević-et saját csapattársa Ujkić akadályozta meg azzal, hogy ott feküdt a földön. Maka jegyzem, meg nem önszántából került oda. Jezevics ellen pedig egyszerűen nem szabad behátrálni, az a titka a dolognak. Nem szabad, hogy betolja a védőket. Ne kell vele ütközni. Rajčević. Ezt megúsztuk, Jaukovics a földön fekve próbált gólt lőni. Igen, saját magát is kicselezte. Nem ért hozzá senki, úgy elvitte a lendület, és fektéből még egy bravúros megoldást akar, de nem jött össze neki szerencsére. Az ő lövő teljesítménye is elég gyenge ezen a mérkőzésen. Jaj! Most González rossz passza volt Bódi felé. Letikosic.
tovább gyarapítottuk az eladott labdáink számát. Nagyon kéne már. Letikosic, Ujkic, rajta volt a vonalon. Ugye megint az volt egyébként a probléma, hogy hagyta magát betolni az egyik győri védő, de szerencsére. Oha! Itt elég komoly falt volt pedig. Amori van, úgy láttam. Jaukovic, Letikosic. Azért úgy tűnik, hogy a játékvezetők sem urai a helyzetnek. Egy kicsit elvesztették a formalat, vagy azt mondhatjuk a szituációban, hogy kicsit kidobultak a csapatok hiba százalékához. Brnovic, Rémovic, Rajcevic talpról. Nem gond kisé válnak. Jó lenne megnyitni a második fél időben a góllövés sorát. Annál is inkább, mert az elmúlt 10 játékpercben egyetlen egy gólra voltunk képesek. Hansen. Hogy volt egy 5 gólos előny, amivel lehetett gazdálkodni, de most jól lenne ezt újraépíteni. Sőt, volt 6 is közte. González. Középső védelmen nem nagyon érdemes ott dolgozni, mert Dunovics és Jaukovics vettetően kemények. Nem a ketteseken érdemes próbálkozni. González, jó! És lőni kell, ez egyértelmű. Hiszen az NFL kapusa nem kötött még ismerettséget a labdával. 14 lövésből 2-t védett ki Zogbi. Grimaszol. Fontos gól volt Gonzálezért, most egy picit megint nyugodtabban nézhetjük az eseményeket. Jaukovics, Ujkic. Grbics. Eddig ez jó védekezés, lassan fel is tehetnék passzívra érzésem szerint. Jaukovics. Most tették föl. Abban viszont volt egy visszarántás Amorimtól. Nem baj. Nagyon jó védekezett most egy olyan. Most nagyon kell figyelni, még nem lehet szerintem kettőnél több passzuk. Rajcevic. Még egy szabálytalanság, ez is jó. Rajcevic újra. Rémovics, az szép passz volt. Kiséva! Az igen! Rimsbő is ünnepel. Ujkic hozza azt, amit várunk tőle. Egy indítás bedobott, a többi lövését elhibázta. Új játékos Branka Konatár készülődik a Budusnasztál. 18 esztendős balszélső. Hansen. A védési százalékok 13 az 50-nel szemben. Hatalmas különbség. De ez egyébként annyira nem látszik az eredményen. González, Görbic, remek passz. Nem adták meg Kualán gólját, rajta volt a vonalon a lába. De sajnos sokszor vonalat tőtt Kualán. Letikosic. És az új szélső, aki egyébként jobbkezes, mégis ő megy ki a jobb szélre. Nincs másik bal közös szélsői. Új kicsot ülhetetik egy picit. Konatár befut, Rajcevic, Jaukovic. Mások lett volna. Jaukovics is nagyon közel megy, az ő lövő erejével bőven vállalkozhatna 9-ről, de nem nagyon teszi, meg is úgyta Ácsics ezt most. 7 perce tart a második félidő, 1-1 góllal. Budusnaszt ráadásul azt is 7-esből lőtte. Passzív a játékuk. Grbics kidobta. Igen, hát ezzel a felállással, amivel most a pályán van a Budusnaszt, gyakorlatilag senki nem tud eldobni a kapuig némi túlzással.
tehát csak arra kell figyelni, hogy ne tudjanak becselezni, illetve a beállónak beadni a labdát. És ezt ő is érezte a győri védelem. Hansen. González. Brock, hogy szedte össze? Egyszerre elvesztette, utána szépen összeszedte. Jó volt a passz. Csúszott a kezébe. Itt vannak a győri szurkolók. Nagyon komoly biztonsági erő vigyáz rájuk. Hansen. Tehessen meg az, ami a ferencvárosi szurkolókkal sajnos megtörtént itt Podgoricán. Az, ami kohalálkozza le. Egyébként nem itt aludtak a győri szurkolók, hanem egy másik városban. Ott azért, hogy nehogy ilyen összetűzés legyen, mert ugye a fradistákkal sem itt a csarnokkal volt a affér, hanem a városban. Amorim. Egy picit túlvariálta most. De nem baj, megy az idő. És minden egyes eltelt másodperc nekünk dolgozik. Görbic. Törlés újra. Nagyon meleg van egyébként a csarnokban, még így is, hogy azért nincs telt ház. De nagyon jó idő volt a mai napon. Podgoricában. Elmelegedett a csarnok is. Passzív. Görbic. Gól! Beleért ugyan Zogbi. Igen, hát ezért mondom, hogy lőni kell, mert gyakorlatilag ami kapura megy, az gól. Úgyhogy bátran lehet bízni Zogbiba. 14-10. Görbic beszélget Danyi Gáborral a kispadon. Néhány életkép a mérkőzésről. Ancsics dühöng és örjöng az asztallal. Tatjana Medved, az EHF delegátus. Jót mosolyog a kis előadásod. Ezt most megúszta szerencsére. Hozzá lesz, mert kicsit nyakra védekezett, de már négy lépés volt a... Premović. Brunović, 7-es. Ez már nem az első alkalom, hogy Hansen ugyanezt a hibát elköveti védekezésbe, hogy hagyja magát betolni Brunovićtól. Ahogy, hogy kitolná a hatosan kívüli területre. Emlékszem, hogy te ígértél egy kihagyott Rajčević 7-es? Igen, az megjön majd. Egyelőre 6-ból 6. Csak egy gólja van, ami nem 7-esből született. 40 perc játék után 14-11 a győrnek. Úgyhogy egyetlen pillanat volt a mérkőzésen 5-4-nél, amikor a Budućnost vezetett. Annak ellenére, hogy azért időnként döcögős ez a játék. Egyelőre végig kézben tartja a meccset a győr. Nagyszerű passz Görbictől, és nagyon magabiztos befejezés. Módi. Igen, ezt egy picit hiányoltam, a szélső befutásokat. Az pedig a még. Lehet indulni. Ott van Módi. Görbic, ki is játsza neki. Jó! Hittem már, hogy nem veszi észre Görbit Anita, ami igen, csak meglepő lenne az ő részéről, de biztos akart menni, följebb vitte a labdát. Két gyors gól, két
Görbic gólpasszból. És 16-11-nél Acsicsnak megint időt kell kérnie. Jött az a hármas széria, amiket várunk. Szinte a pályáról kifelé ugrott a montenegrói szélső, hagyni kellett volna, honnan bedobja, akkor nagyon megdicsérjük, ez mondhatja neki, teljesen felesleges hozzájárni akkor a játékosnak. Na, ott van. Kivártuk, de megjött. Grimsbőnek majd megy egy Bambi. Kivédte Rajčević hetesét. Görbic. Jön Bódi befutása. Amorim. Amorim. 17-11. Kisebb csoda következett be, a montenegrói kapuba beállt Batinovic. Ez szép. És ezúttal jó Brunovic ejtése. Éppen játszották végig, ugye egyre többen voltak támadásban. Próbálkozott már ilyennel Brunovic az első fél időben. Akkor a kapuha nagyon, velünk volt. Nagyon elszállt a kis Éva. Följött, hogy mi volt megejteni. Brock. A Marim kapja González-től. Le kellett volna a szélre húznia. Hát. Rajčević. Hoppá! Na, csak győzött az igazság. Hogy fárad Rajčević, majd egyre több ilyet fogunk tőle látni, hiszen neki borzasztó sokat kell vállalni, szinte egyedül kell ezt a csapatot a hátán vinnie. Szervezni a játékot, bejátszani, lőni, védekezni. Kiegészülünk, és Brock helyett megy Althaus beállóba. Odor befutott a bal széről. Görbic, Amorim, igen! Ez az. Amorim 5 gólos. Nagyon jó ütemben jött az a passz Görbictől. És újra 6 gól van közte. Felettébb megnyugtató ez az eredmény. Igen, több lépés volt már, mint lehetett volna, ezért nincs hetes. Összesen 3 gólt lőtt a
Buducs azt a második félidőben 14 perc alatt. Abból volt két Rajcevic hetes, meg Brunovicnak az iménti ejtése. Althouse. Rajcevic lerántotta saját magát. Látjuk majd, hogy megfogja Althouse kezét. És dob egy hátast. És látványos volt. Utána összetöri magát. Hát tudjuk, nála azért nem megy a szomszédba egy kis szere. Adott esetben még attól sem retten el, hogy az ellenfél játékosát lefejelje, mint tudjuk. Megad egy ilyen paszt. Egyértelmű, hogy kezd elkészülni az erejével a montenegrói vezér. Most ez fontos periódus, szerintem a mérkőzésen le kell nyomni őket a víz alá. Most nagyon az első jedés szélén áll a hazai csapat, ugye 3 gól 15 perc alatt, az nagyon gyenge. 7 góllal speciál még nem vezettünk. González. Görbic. Althouse. Jól védekezett Brunovic, de aztán egy kicsit túlzásba vitte. Igen, úgy nézett ki, hogy elvégzi a feladatát, és megakadályozza, hogy Althouse kapura forduljon. Ott az a lökés, az már nem kellett volna. Althouse persze rá is játszott egy picit. Igen, nagyon rutinosan, ahogy érezte, hogy hátulról lökik, már repült is előre. Althouse nem véletlenül húzott le azért jó pár évet már a nemzetközi élmezőnyben. Amorim, Martinovic. Nem adott hetest, csak visszafújt a szabadobásra. Nem először az az érzésem, hogy az alapvonali játékvezető úgy elnézegeti a meccset. Igen, lehet, hogy másik a főnök. Szóval Amorim kicsit elfelejtette a szélsőjét az utóbbi percekben. Ez már a harmadik olyan eset, hogy be kellett volna húzni a sarokba a labdát. Görbic, nagyon nagy passz, Fodor! Nem érte, hiszen Martinovic még nem védett labdát, az első. Rajcevic. Konatár gólja. Igen, nem szóltak a elfutó szélső ügyében a másik oldalai védőknek. Egész szabadon tudott végigfutni a hatosan. Élet első gólját lőtte a Bajnokok Ligájában a 18 esztendős Branka Konatár. Görbic, újabb gólpassz Amorimnak. Ezzel Amorim is 6 gólos, ugyanúgy, mint a gólpasszt kézbesítő Görbic. És 7-4-re hozzuk egyelőre a második félidőt. Letikosics. Egyértelmű azért a csalódottság itt a hazai nézők körében. Elég közelülünk a szurkolók egy csoportjához. Amorim viszi végig, és lő gólt! Ha-ha! Ez egy amerikai futballos akció volt. Jobbra-balra két embert leterített út közben. Az eddigi legnagyobb különbség. Visszahozták Jaukovicsot. És más választás. Ugyan Máznia volt kapufára, Kisévára és ott a hálóba. Ez most meg volt. Szabályosan beütötte magának Kisévára. Ámo
Sorin kap egy kis pihenőt. Hansen a helyén. González. Martinovic. Nincs gól. Nyilván tudták a hazaiak, hogy nem ők az esélyesek. De azért talán arra nem számítottak, hogy ennyire nem lesz semmi közük a mérkőzéshez. A Győr erejét pedig bizonyítja, hogy korábbi sérültek mellett immáron Nike Kroot hiányában is így dominálnak a mérkőzésen. Rácsevic lábához ment a passz. Megállnak a győriek, rohanják el a meccset. Mellettünk nagyon csalódottan csóválja a fejét egy helyi újságíró hölgy, aki leteremtett bennünket, amikor megérkezett a csarnokba, hogy itt ezen a helyen, ahol most mi ülünk, ő szokott mindig ülni. Miért vagyunk mi itt? Elnézést kértem tőle, hogy nem vagyunk itt minden Buducnost mérkőzésen. Görbic, Amorim. Labda, Marintól. Ez mehet tovább. Rajcevic, Premovic. 20-15. Meg tudtak lódulni egy kicsit a kékmezesek. Ez az egy esélyük nagyjából. Ahogy feláll a győri védelem, hogy már nem nagyon esélyük. Perc a mérkőzésből. Görbic. Hát nem. Nagyon kiszámítható volt, hogy González mire készül. Szerencsére Brunovic elejti a labdát. Lávára ejtette, azt mutatja a játékvezető. Szerintem ő most nagyon örült, hogy a sípjába fújthatott, mert ő az, akit nem hagy a másik vezetni. És nagyon büszke magára, hogy ezt ő kiszúrta, hogy Brunovic a lábára ért a labdához. Köszönjük a jó szemét. Jön González, Görbic, odor át a másik oldalra, Kledlikova, González. Van megint egy kis hullám, hogy igen, egyre gondoltunk. Rácsevic, Konatá. Három bonusnosz gól Zsinórban, Konatárnak a második. 16. És itt fölöslegesen szaladt föl Odor Csenge a szélről, de megnyitotta a védelmet. Közben Mireia González nem vette észre, hogy Ambrose Martin le akarja őt cserélni. Igen, ő is szerintem egy picit elfáradt, viszont gyakorlatilag végig a pályán van. Hansen. Még egy eladott labda. Azt hiszem, hogy érik egy időkérés. És tovább engedték. Pedig tovább. Erősen gondolkozott a játékvezető. Erősen hetes gyanús volt, hogyha őszintén akarunk lenni. Szerintem Ágyics is így gondolja. Ellökték. Ott, hopp, ez egy hetes két perc volt. De nem baj. Amorim, Arthouse fogja, hetes. Az is volt. Arthouse nagyot fújtat. Ez két jó ítélet, mondjuk azt.
Davidnek nem adott meg egy megadott. Igen, áthoz egy szó nélkül elindult visszafelé, nem számított már ilyen jóra. Görbic! Ez kellett ez a gól, mert most ez volt egy kis elakadás azért itt a játékban. Valamivel több mint 6 perc. Bremovic. És ugye Málovicot nem láttuk egyetlen egy pillanatig sem a pályán. Ezek szerint azért az a kénysérülés, amit a Várdár ellen összeszedett 10 nappal ezelőtt, az komolyabbnak bizonyulhatott. Rajcevic. Nem lehet azért panasz, amit tud, azt megtesz, sok hívával játszik, de... Lőtt a 17-ből 8-at, majdnem a felét. Időt kért Ambrose Martin. Igen, ez most nagyon jókor jön, szerintem lehet egyet fújni. A régi játékot szépen lehozni, hogy megmaradjon ez a 4-5 gólos különbség. Percben 2 gólt lőttünk. Amorim. És két beállósra játszik a Győr. Szombát lövő nélkül gyakorlatilag. Ott is van a beállós. Althaus. Ennek a felállásnak az előnye, hogy nem kell támadás védekezésbe cserélni, hiszen a két beállós akkor maradhat védekezni, két kiváló védőjátékos. És azért az a Hansen, Broch, Amorim, Althaus sor. Brnovic, elég félelmetes lehet az ellenfeleknek. Konatár harcol ki egy 7 méterest. Másodszor okoz zavart a befutójával. Egyértelműen többet tesz hozzá, mint Ujkic. Grimsby a kapuban. Rajcevic. 22-18. Az, hogy Rajcevic nagyon magána maradt ezen a mai mérkőzésen. Marad a két beállós felállás. Amorim. Sajnos egy picit pontatlan volt a labdája. Már meg volt a helyzet pontban. Hansen, Amorim. Brnovic belekapaszkodik. Áll az óra. Újabb törlés. Martinovic közben Konatárt látta el némi jó tanáccsal, hogy mire figyeljen. Hansen, Broch, gól!
Bejött ez a két beállóra való beállás. Igen, egyet lőtt Althaus, egyet Brock, egyet meg most Metikaszics. Most már egy picit lazult azért a visszarendeződésnél a figyelem. És mivel a hazaiak annak ellenére, hogy 4-5 gól a légnak, teljes transzban vannak, ha lőnek egy gólt, akkor úgy örülnek, mint hogyha az a győztes gól lenne. Amorim nem lehet megállítani. Három embert lepattintott magáról. Még csak megpróbálni se nagyon érdemes. Ez szép. Sikerült Pavicevicnek is Éva mellett eltekerni. Végére beindult egy kicsit a gólgyártás. Megint rosszul rendeződött vissza a Medlikova. Elszaladt a pozíciójából. Amorim. 2,5 perc. Hiányzott egy pici pontosság a passzból. De Amorim is azt hiszem, hogy már utolsó energiáit mozgósítja. De lehet, hogy már azon is túljár. Én azt hiszem, hogy nem kiabáljuk el, ha azt mondjuk, hogy meccs megvan. És egy óriási lépést tesz idegenben. A négy közeljutás felé a Győri Audietto KC. Hansen. Föltették passzívra. Brock. Hansen talpról. Kapufa. Gól. Althaus. Mintha így lett volna megbeszélve. Előbb egy picit egyszerűbben játszott be Althausnak, de ez se volt rossz. Egyébként Hansen elég idegenül mozog a jobb átlövő pozícióban, nem nagyon találja föl magát, de minden esetre ez jó volt ez a lövés. Passz. Adzsics időt kér. És van még bent egy időkérése Ambrose Martinnak is. Sem kapott, pedig azért lehet, hogy megpróbálhatta volna. Van már válogatott játékos. Jankovic. Teszem, hogy Málovics is, és Krisztina László is ott melegített, és együtt mozgott, együtt dolgozott a csapattal. Még a mérkőzés előtt Premović. Adzsics fejével pedig nehéz gondolkozni, ezt azért tudjuk jól. Na még egy kis év a védés. Megvan a 10. védése, a 7-est leszámítva. Ő is hozzátette a magáét. Most kezdődik az utolsó perc. Van egy időkérése Ambrose Martinnak, ha jól emlékszem. Bizony. Amorim, Brock, 7-es. Lesz-e vajon 8. Görbic gól? Van!
sőt erről a rossz patronját, azóta viszont hibátlanul övi a heteseket Görbit. A hatodik óra. Szép bizony! Hallhatjuk a győri kórust. Jaukovics! Rácsevics nagyon felugrani már nem tud. 10 másodperc. Prémovics. Abban még volt egy lökés, úgyhogy meg is adják a 7 méterest. Althaust kiállítják 2 percre. Ami tulajdonképpen egy 2 másodperces kiállítás. Ő nem mehet haza, amíg nem telik. Üres kapura lövik. Most jön Grimsbő. Meg kell majd várni, ahogy peregjen a 2 másodperc. Ez megtörtént. Meg lesz-e a 10. gólja Álcsevicsnek. Nem! Grimsbő gondoskodik róla, hogy ne legyen meg. És így aztán 26-20 a vége a győri Audi Etok.